Jó reggelt kívánok majdnem mindenkinek, de rossz helyen áll a kamerám, valami furcsa okból kifolyó. Jézusom! Ja, jó, nem jó, nem jó, majdnem jó. Egyszer csak minden rendben lesz. Most jó! Jó reggelt kívánok majdnem mindenkinek. Szervusztok, reggelim, remélem, hogy jól telik a reggel. Jaj, bocsánat a kicsikésésért. Viki még nem szokta meg, hogy minden csütörtökön együtt beszélgetünk reggelente. Úgyhogy majdnem, hogy minden héten ugyanolyan meglepetéssel kezeli a dolgot, mint mindig. Úgyhogy az ő visszaszámlálója például még pörög for reasons. De majd ügyesen abba hagyja. Szerpusz, papa! Szerpusz, Stream King! Szia, Beám! Nagyon szépen köszönöm, Beám! A sokadik hónapot, 13. hónap, az 4 év! Elképesztő! Betszektor, neked is nagyon szépen köszönöm a 6. hónapot, és neked is jó reggelt! Az 51. randi, igen! Az 51. randi minden alkalommal ugyanúgy elfelejti a... Elgedjétek meg, hogy kinyújtóztassam öreg testemet. És amikor azt mondom, hogy öreg testemet, akkor ezt valójában így is gondolom. Elnézek jobbra, de úgy néz ki, mintha már be is köszönne, úgyhogy letelt a nevetségesen hosszú visszaszámlálója, ami igazából csak azért tűnik hosszúnak, mert később indította, mint én. Én azt hittem, hogy amikor írt, akkor már így ment az egész. Be kéne követnem a csatornáját, nem? És akkor legalább tudnám, hogy mi történik. Szia, Eki! Jaj, de kedves tőled! Nagyon szépen köszönöm. Mind a 8 hónapot, ami már 2 év igazából. Az nagyon durva már. Gombócból is. Pont erről fogunk ma beszélgetni egyébként, hogy hogyan is működik a Twitch dolog, és hogy miért vannak ilyen second thought-jaim a Twitch-el kapcsolatban. Szaszgetsz! Meg second thought-jaim így a tartalomgyártással kapcsolatban, hogy hogyan néz ki ez az egész jelenleg. Úgyhogy ez ilyen transparency stream lesz. Transzparensen fogunk beszélgetni arról, hogy mi történik, hogyan történik. Jaj, Márk! A kutya alszik. És mivel, hogy este hajnali 2-kor ki kellett még engednem, ezért feltételezem, hogy még legalább egy órát aludni is fog. Honnan vannak ilyen cuki vidráid? Illetve miért vannak ilyen cuki vidráid? Illetve kinek a vidrái ezek? MMR. MMR. Mr. Hardy vidra? Mert feliratkozott a vidra. It didn't happen. Illetve, tanár úr, hatalmas zicser, amit Avid kihagyott ezzel. Davidra. Krisz, nagyon szépen köszönöm a 13 hónapot, az pont fél év. Nagyon király vagy. Még fél év, és az már egy év. Úgyhogy nagyon szuper vagy. Köszönöm szépen. A tanár úr meg visszamenjen. Visszamenjen. Nagyon hamar. Az Isten szerelmére. Na, mindjárt megnézem, hogy Viki elérhető-e már. Szia, Viki! Ja, Dév! Már arról Viki. Beszéltünk, hogy vajon elfelejtetted-e, hogy ezt nem csináljuk. Nem. Kitörölt az agyam mindent. Rebootoltatták az agyamat azzal, hogy a Flo berakott egy vidrás emótot, és mondta, hogy nézd, milyen szép a vidrám, és kérdeztem, hogy honnan van, majd tanár úr beírta, hogy feliratkozott a vidra. Oh, bár érted, én most csak annyit mondhatok, és közben köszönjük a Juti falatot. Opa, hát egy leesett, úgyhogy gyerekek, ennyi volt a cuki macska a streamben. Mert hogy egy Juti falat leesett. Szóval az igazság, hogy nekem most egy szavam sem lehet a vidra, mert kaptam tőle egy játékkulcsot.
én nem amivel kaptam tőle szart játszottunk, se. Nem, a múltkor ezer dollárt adományozott. Nem kattintottál bele a tegnapi streamembe? Nem. Tegnap én videókat vágtam, és aztán podcasteket vágtam, és aztán annyira elfáradtam ebben az egészben, hogy nekiálltam Tainted Grail-ezni, és Tainted Grail-eztem késő estig. Mered mondani, hogy meddig? Egyébként nem olyan sokáig. Nem olyan sokáig. Ilyen éjfél fele abba hagytam, és utána még egy 3 órát ültem borderline kataton állapotban. Nektek megvan ez az érzés, amikor szarul vagytok, de hogy így valami mentálisan nincsen rendben, és este üldögéltek még az asztalnál, mint hogyha arra várnátok, hogy és kattingatjátok az internetet, mint ha valami jónak még történnie kéne, mert hogy még nem lehet lefeküdni, mert ha lefekszel, akkor kimaradhatsz valami olyanból, ami esetleg jobbá teszi ezt az egészet. Ha lefekszel, az ilyen definitív feladtad a napodat. És én ezt csinálom most már minden este. Most már szinte minden este. Úgyhogy ilyen az az igazság, 2-3 fele fekszem le. Én stream után egyből mindig kikapcsolom a gépet. Szóval, hogy tegnap streameltem 8-ig, és kikapcsoltam a gépet, elmentem vacsorát csinálni, leültem a kanapéra, és bámultam a tévét, ettem, és utána bámultam a tévét, és nyomkodtam a telefonom, és egyszer csak ilyen éjfélkor eljutottam arra a szintre, hogy mit csinálok valójában. Azon kívül, hogy a Match 3 játékommal játszom a 3 órája, és RuPaul Drag Race-t nézek, és akkor éjfélkor úgy döntöttem, hogy jó, le kell feküdnöm. Úgyhogy lefeküdtem, és kedvem volt olvasni, és még 1:30-ig olvastam. Úgyhogy, de az legalább így hozzád adott valamit az olvasás. Egyébként abszolút, és most volt hosszú hetek óta először, hogy rendesen tudtam olvasni este az ágyba, mert különben eddig nem hiszed el, de HBO-t néztem. Mert csak az HBO Go-ba vagyok bejelentkezve a telefonomon, azért, hogy ugye amikor megyek anyáikhoz, és valami baj van a tévéjükön, akkor telefonról tudjak, csak tudod csak így nyomni egy gombot, hogy igen, nézhessék a tévén. És azért egy csomószor így bekapcsoltam, és amikor éjfélkor lefeküdtem, még HBO-t néztem a telefonomon az ágyban, és ilyen totál nonsense. Egyébként ezt kicsit hasonló úgy hívják, hogy visszalopni az időt? Hogy amikor éjszaka sokáig fent maradsz, és ilyen teljesen értelmetlen dolgokat csinálsz, amiket még csak nem is élvezel, és mert hogy ezt azért csinálod, mert hogy a nappali órákban annyira sok minden kivesz belőled, hogy úgy érzed, hogy éjszaka ez az az idő, amit kontrollálhatsz viszont. Nagyon érdekel a pszichológiája a dolognak, mert én nagyon gyakran csinálom ezt, tehát hogy én az idejét nem tudom, hogy mikor feküdtem le utoljára egy előtt aludni, és az idejét nem tudom, hogy mikor keltem utoljára 8 után. Úgyhogy, és ez inkább így kicsúszogat. Nem tudom, hogy miért. A furcsa volt nekem ez mindig. Nekem mindig volt egy kreatív időszakom. És a kreatív időszakomban csináltam általában a legprolifikusabban a munkámat. Amikor a GameStar-nál dolgoztam, abban az 5 évben, én általában reggeli ügyeletes voltam, mert sokkal jobban szerettem a reggeli ügyeletet, mint az estit, mert este meg már lehetett játszani. És a reggeli ügyelet az úgy nézett ki, hogy felkeltem 5:30-6-kor, és az én kreatív időszakom az behelyezkedett oda. És ezt így megszoktam, hogy reggel kibaszott csönd, kutya nincsen ébren, a világ nincsen ébren. Azt éreztem, hogy bármi, amit most csinálok, azzal előrébb vagyok, mint a világ. És akkor egy ilyen megnyugvás volt rajtam. Na ez a toxikus hustle kora reggeli. Igen. Kultúra, és erről múltkor egész sokat beszélgettünk a streamembe, mert hogy tökre ez van, hogy ezt, és a világ is ezt érezteti veled, míg azt meg nem értékeli, hogy sokáig maradsz fenn és csinálsz dolgokat, mert nekem egyébként sokszor van, hogy este vagyok kreatív. Szóval amikor
eszem, és akkor 9-kor még úgy vagyok vele, hogy jó, még csak gyorsan valamit visszalak a géphez megcsinálni, és akkor van, hogy éjfélig csinálok dolgokat a gépen, de hogy ilyen hasznos dolgokat. Jó, most nem elég ritkán van. Jó, nekem ilyen már, nincsen. De hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon toxikus dolog egyébként, ez az egész hustle culture, meg a csak akkor lehet sikeres, hogyha reggel korán kelsz, meg mit tudom én. Ja, de ez nem a hustle culture-nek a része volt, mert 2-kor kiesett a kezemből a... Tehát, hogy a gépszeres munkáját azt úgy képzeld el, hogy én reggel 5:30-6:00-kor felkeltem, összeszedtem a híreket, elkezdtem megírni őket, úgyhogy már így be volt időzítve minden előre, hogy közben tudjak foglalkozni a többi feladatommal, ami a GSM volt, és aztán amikor kiesett a kezemből minden, és átvették az ügyeletet, megbeszéltük, minden rendben, és mondjuk nem volt éppen akkor rendezvény, amire el kellett kezdeni készülődni, akkor utána nekiálltam írni a printet. Uh-huh. És a gépszeren még volt olyan időszak, amikor emellett még fordítottam. Volt, hogy 2 könyvet egyszerre. És az azt jelenti, hogy reggel leültem a gép elé, aztán este 11-kor így kiesett a kezemből minden, és akkor jó idő. Mert van a kreatív munka, amit végzek, meg van a favágó munka, amit végzek. Uh-huh. És a favágó az például a podcast vágás, tehát hogy ott igazából nem kell gondolkodnod semmi. Igen, igen. Az ég egy ott a világon, az idő, amit sose kapsz vissza, és valójában, ha nagyon-nagyon okos lenne egy algoritmus, akkor meg tudnád csinálni helyetted. Igen, hát kb. Tehát egy algoritmus, amiben így ilyen Black Mirror-esen feltöltöd a consciousness-edet, és tudod, hogy mi az, amit ki akarsz vágni egyébként. Ja, igen. Mi az, amit szokásosan ki akarsz vágni. És ezt azért tudom abszolút élni, mert a legutolsó podcast, amit ugye Barbie-val vettünk fel, Barbie Szia, volt a vendég, nagyon hosszú is volt, és nagyon sokat kellett benne vágni, és szerintem 7-7-es órát beleraktam annak a podcastnak a megvágásába. Ja. Ami irreálisan sok, bazd meg, irreálisan sok. Ja. Az előtt, viszont a GameStar előtti időszakban pedig az egész életemben este 10 és hajnali 2 között volt az én kreatív időszakom, ami azt jelenti, hogy akkor írtam cikkeket, akkor fordítottam, akkor csináltam azokat a dolgokat, amikben így kiéltem a kreativitásomat. A GameStar után pedig szétesett ez teljesen. Főleg azért, mert ugye nem végeztem kreatív munkát egészen addig, ameddig a GameStar után meg nem csináltam az FG-t. És egészen addig nem végeztem kreatív munkát, és nem volt ideje az én kreatív időszakomnak beállni a valahova, mert inkább teljesítmény kultúrában éltem, sem mint kreatív kultúrában. És nem az volt a cél, hogy... Tehát, hogy amikor tudod, úgy kezd fel egy nap, hogy bazeg, úgy se tudok végezni mindennel. Úgyhogy így, valami lesz. Egyébként ez tök érdekes, hogy... Action. Hogy mondod? Mert hogy most jobban így belegondolva, akkor voltam igazán éjszakai bagoly, amikor 8 órás munkám volt. Igen. Mert hogy olyankor ugye csak akkor tudtam csinálni, amikor este hazaértem a munka után. Hazaértem, megcsináltam kötelező dolgokat, ettem, és utána ültem le mindig a gép elé, nem tudom, 9-kor megcsinálni dolgokat. És aztán amikor meg a Zoom-nál dolgoztam, ott meg teljesen ki voltam égve, és akkor ugye, mert hogy már az előző munkahelyről ki voltam égve, de hogy ott meg ugye folyamatosan videókat gyártottam, és aztán azért volt az, hogy hazamentem, kizárt dolog volt, hogy még elkezdjek videókat gyártani, és hogy valószínűleg ezért van az, hogy így teljesen szétcsúszott, hogy mikor csinálok kreatív munkát, és mikor nem. Ja, nálam és most már igazából deadline-okra dolgozok. Deadline-okra. Halogatásra. Ja, de hát az mindig volt, és az ugye nem zárja ki a kreatív részét a dolognak. Tehát, hogy azért a GameStar-nál írtam egy-két olyan cikket, amik hetekig készültek, azért, mert egész egyszerűen nem volt kedvem írni, és nem találtam meg azt az időpontot, amikor én ezt nagyon jól tudom megírni. Amikor tudom, hogy van egy ilyen cikk, akkor azt másfél óra alatt össze tudom rakni, hogyha egy olyan időszakomban vagyok, és onnantól kezdve a következő egy hétben már csak finomítgatni, meg javítgatni kell. De a 9-to-5, a neokoros munka volt az, ami egyébként a kreatív reléket, meg az időszakot teljesen kiégette, mert
A Neokornál volt két év, amikor aktívan rendezvényszervezőként is dolgoztam, tehát hogy minden hónapban volt legalább kettő. Csináltam a neokóros munkát, és csináltam az FG-t. És az FG az nyilván csúszott éjszakára, hogy akkor vágtam meg a videókat, mert hogy máskor igazából nyilván nem volt rá idő, kivéve mondjuk a neokoros időszak végén, ahol már annyira készen voltam, hogy nem volt gáz az, hogy fogom magam, és a munkaidőmben, amikor éppen nincsen az ég egy ott a világon semmi, csak ülnék a hüvelykújamon, akkor megnyitottam, aztán elkezdtem vagdosni. Közben Is a probléma azzal, amikor az embernek sok munkája van, mert mint hogy több munkahelye gyakorlatilag. Vagy még inkább nem élvezi minden munkáját, amit csinál. Szietevinyó! És ez így igaz, ez igen. Úgyhogy ezért is vagyok hálás ezért most. Mert akármennyire is itt most azt érzem, hogy megy az útkeresés folyamatosan, köszönöm ki, hogy megy az útkeresés, hogy merre, mit szeretnék csinálni, és hogyan szeretném csinálni. Ettől függetlenül az a szabadság, hogy én azt eldönthetem, hogy merre akarok menni, és azt hogyan akarom csinálni, az azért felbecsülhetetlen. Az azért tényleg felbecsülhetetlen. Úgyhogy mindig ezt állítom szembe azzal, hogy tudjátok, ez nehéz kizárni, hogy látom a márciusi számokat, amiket produkáltunk, és látom a mostani számokat, amiket produkálunk, és nem tudok nem arra gondolni, hogy vajon nem csinálom elég jól ezt az egészet. Úgy át tudom érezni, mert hogyha így visszanézek, hogy mik voltak a céljaim, hogy mondjuk a Twitch-el hova akarok fejlődni ebben az évben, ahhoz képest, ahol mondjuk voltam november-december, meg január-februárban, és ahhoz képest annyival kevesebb számokat produkálok, hogy így néha így elgondolkodok, hogy kell ezt folytatnom, vagy el kell mennem 8 órás munkába, de közben meg azt érzem, hogy minden, amit csinálok, tehát, hogy a Twitch, meg a párnacsata, meg most már a skip intro, ezek olyan dolgok, amik így, azok ki tudnak venni egy egész munkát belőlem. Tehát, hogyha ha lenne annyi idő csak ezekre, akkor bőven ki tudnám csak ezekkel tölteni. Mármint, hogy van benne annyi megcsinálandó meló. És akkor néha azon gondolkodok, hogy akkor ezeket vagy rendesen csinálom, amihez az kéne, hogy növekedjenek a számok, vagy akkor az egészet így eldobom, és elmegyek dolgozni valahova, de közben meg, hogyha belegondolok, hogy elmenjek valahova 8 órába dolgozni, úgy érzem, hogy nem lenne rá energiám, és ez ilyen nagyon új influencer privilege dizénak tűnik, de hogy a mentális egészségem jelenlegi helyzetében én nem tudnék egy 8 órás munkában 2 hónapnál tovább meglenni. Gondolod? Én gyakran gondolok rá. Mármint, hogy miserable lennék egyszerűen, és nem akarnék utána élni. Tehát, hogy... Mert emlékszem, milyen a 8 órás munka után hazaérni, és nem csinálni semmit, mert annyira ki vagyok merülve. Jó, de az a 8 órás munka. Tehát, hogy azért 8 órás munka és 8 órás munka is között is van különbség, és azért most már ismerjük egymást annyira, hogy tudjuk, vagy magunkat annyira, hogy tudjuk, hogy melyik lenne az a munka, mármint az ilyen, tudod, az ilyen nagyon az, ami kielégíti a te motivációidat. És nyilván, érted, egyikünk sem menne vissza láthatatlan munkát végezni, mert az már nem megy. Tehát, hogy én PR marketingben nem tudnék visszaülni. No. Nem, egész egyszerűen nem tudnék visszaülni. De az az igazság, hogyha belegondolok abba is, hogy mondjuk tök szívesen lennék könyvesboltba eladó, ami amúgy egy nehéz munka, de azt érzem, hogy csak arra lenne energiám, másra nem, hogy más csináljak, amikor végeztem, és hogy ez nagyon gyorsan, és ez most annyira szarul hangzik, de hogy olyan élethelyzetben vagyok, egy olyan mentális betegséggel, hogy látom magamon, hogy 2 hónap eltelte után nem
elmenne az életkedvem, és az elmenne az életkedvem alatt nem azt értem, hogy jaj, nincs kedvem semmihez, hanem a depressziót értem alatta. Tehát, hogy most úgy érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok. És abban a pillanatban, hogy csak olyan dolgot csinálnék, aminek nem látom értelmét, akkor onnantól kezdve nem lenne értelme. Szóval azt mondod, hogy a mentális motivációdat azt igazából abból veszed ki, hogy a munkáddal hozzáraksz a világhoz. És ezt nem akarnád elveszíteni. Aha. Igen, a másik része meg nyilván az, hogy ha migrénem van, nem tudok bemenni dolgozni. Ha éppen annyira szarul van, lehet, hogy egy napig nem tudok dolgozni, és ezt nem teheted meg egy munkahelyem. Ezredes, egyikünk sem influencer. Egyébként, ja. Jó, csak mondtam, ahogy így mondtam, hogy a ingyen élő influencerek vagyunk, na lássuk be. A Teach Me-diókból, meg az igen, összes mi használjuk magunkra viccesen átvitt értelemben, de... Ja, de én például nem érzem, hogy főállású influencer lennék, és most például félállású influencer és félállású házmester vagyok. Házmester, bizony. Én arra gondoltam, hogy... Mármint, hogy tegnap tényleg 4 órát csináltam, és ma is fogom 4 órát csinálni, és még nem látom a végét. Ha, tehát, nem, tudját, ha nem tudnátok, effektíve akkor... Effektíve van egy félállásom. Ha nem tudnátok, akkor Viki... éppen annak a társasháznak a korlátját festi, amiben lakik. Igen. És ez néha elveszi a elveszi tudjátok, a napjának a felét. A régi nagypolgári gangos házakban tudjátok milyen a korlát? A lépcsőházban? Én el tudom képzelni. A gyönyörű, szép, cirádás, kacskaringós. Azaz. Szóval nekem most legalább egy hónapig van félállásom gyakorlatilag. Szóval én megmondom őszintén, hogy kifejezetten sokat foglalkoztat a gondolat, hogy hozzám képes sokat foglalkoztat a gondolat, hogy mi lesz évek múlva. Tehát, hogy meddig akarom ezt csinálni, mi lesz ezután, mi az, amiben el tudom képzelni magam, vannak-e végcélok, és én mindig arra jutok, hogy teljesen feleslegesen tervezel, de teljesen feleslegesen. Olyan terveim voltak 2020-ra gyerekek a mindennel kapcsolatban, egy teljes rendezvény sorozat volt a legapróbb részletekig kidolgozva. És tehát, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon durva év lett volna munka szempontjából is, viszont egy ilyen teljes átalakulás szempontjából is. És ember tervez, de nincs garancia, egész egyszerűen nincs garancia arra, hogy ezek a tervek ezek összejönnek. Tök jó valamerre tartani, valami felé tartani. De alapvetően én mindig arra koncentrálok, hogy én azért a jéghátán is, tehát, hogy az én skillsetem meg mentalitásom az lehetővé teszi azt, hogyha holnap lelövik a Twitch-et, akkor én hétfőn már dolgozom valamilyen helyen. Ja, ez azért mondhatnánk, hogy egy speciális helyzet így a Covid, de amúgy valószínűleg nem speciális helyzet, mert mindig történhet valami, és mindig fog is valami történni, ami keresztül húzza az ember számításait, de hogy nyilván te azért hosszabb távra akarsz tervezni, tehát nekem abban a szempontból nagyon nagy szerencsém van, hogy nem akarok gyereket, és ezért nem kell hosszú távra terveznem, és nem is tudok, tehát, hogy ha megkérdezed, hogy hol leszek 3 év múlva, tudom, hogy erről sokat beszéltünk, de hogy nekem nincsen élettervem. Nekem ja, van a következő egy hónap, ami, de hogy nekem, tehát, hogy én nem látok magam előtt jövőt. Én nem tudom, hogy meddig fogok élni. De hogy kész csoda, hogy 30 éves koromig eléltem. De hogy én nem látom magamat például öregnek. Igen, erről beszéltünk a múltkor, és ezzel, mármint, hogy nem streamben, de ezzel halálra ijesztetted Julcsit. Julcsi azóta így néha az én, és akkor szerinted Vikivel minden rendben? Mondom, minden, nem tud mindenki úgy tervezni, mint te, asszony, nyugodjál meg.
Nem a tervezés, tehát hogy nyilván, hogyha majd jön nagyon rossz, akkor azt majd észre fogjátok venni, és akkor majd nyilván erre így vigyázni kell, de hogy nekem hosszú évek óta az az alapbeállításom, hogy én nem látom, hogy 3 év múlva még élnék. És aztán mindig meglepődök, amikor még élek annyit. És nyilván ez tök jó, lepődjek meg mindig, hogy még ennyit is éltem, meg még ennyit is éltem, de hogy én emiatt így nem tudok tervezni, mert hogy ilyen nagyon, nagyon pragmatikusan így úgy van a fejemben, hogy hát akkor így vége. Ha valami olyan van, ami nem jó, akkor vége. Kész. Jaj. Bocsánat, hogy Viki ennyire... úgy beszél, mint hogyha valami motabás, halálos betegséggel küzdene egyébként, de nem így van. Ez a mentális betegségeknek a velejárója, hogy nincsen meg ez a hosszú távú what's gonna happen, tartsunk valamerre, csináljunk valami nekem dolgot. Egyáltalán nincs ilyenem. És ez igazából tök szomorú, mert jó lenne, ha lenne, csak... Mert hogy nyilván, ha van, akkor tudsz igazán fejlődni. És igen, tudom, hogy vissza kéne mennem terápiára, tudom, hogy valószínűleg igazítani kéne a gyógyszerem, ilyen tudom, de... Itt az ideje, Viki. De hogy pláne ez, hogy így ez a COVID-helyzet, meg mindenféle, ami történik velem emellett, ez olyan, hogy... Lesz ennél jobb? Nem hiszem. Hogy ne lenne jobb? Lesz ennél jobb? Viki, mindig egy kicsit jobb. Mindig minden egy kicsit jobb. Semmi nem... Ez nem igaz, hogy semmi nem lesz rosszabb, mert azért vannak dolgok, amik rosszabbak, amik folyamatosan romlanak, például az egészségi állapotom, az hiszem, hogy elértük azt, ahonnan most már innentől nem leszek fittebb, tehát hogy ennél már csak lejjebb megy. Amolyan? Gondolod? Hát, bazd meg, egy kicsit igen. De hogy szerintem nincs olyan... Ja, én se gondolom, hogy én, tehát hogy... Egyre faszább igazából minden, amit csinálunk, az egyre több. Minden, amit közösen vagyunk, az egyre több. A barátságunk is egyre több. És ezek szerintem, mondjuk én alapvetően tudod, hogy egy kibaszott labrador vagyok. Tehát, hogy már a toxic positivity vonaláig egy kibaszott labrador vagyok. És én folyamatosan emlékeztetem magam arra, hogy ezt az élet dolgot, ezt nem kell olyan istentelenül komolyan venni. Tehát az, hogy nincsenek terveid, tehát hogy nincsenek konkrét terveid, hogy te hova akarsz eljutni, az egy válasz a végtelenül rohanó világra, amiben te már nem tudsz tervezni. Tényleg nem tudsz tervezni, lehet, hogy 10 éve kitanult valaki egy szakmát, amit 3 év múlva automatizálni fognak. Teljes egészében. Tehát nézd meg a végtelen PR-ost. Az ég egy ott a világon semmi értelme nem lesz, amint az algoritmusokat kezelő algoritmusok megjönnek, amik meg fognak jönni. Emik írják bazd meg a press release-eket. Mert ezek a munkák így eltűnnek. Én egyébként is ebbe vagyok, hogy így már elindultunk azon, hogy szép lassan saját magunkat megsemmisítjük, és én erre értem azt, hogy nem lesz jobb, csak akkor lehet jobb, hogyha mondjuk valaki ki tudja magát úgy vonni a rendszerből. Tehát, hogy én egészen biztos vagyok benne, hogy amit most magunkkal csinálunk, így az egész digitális világgal, az internettel, a közösségi médiával, az így folyamatosan csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. Tehát, hogy szerintem emberek, akik születnek, egyre tudatosabb szülőnek kell lenni ahhoz, hogy ne legyen instant elbaszva a gyereked ettől a világtól, és egy idő után amúgy sincs hatásod erre. De Viki, tehát, hogy mindenkire igaz volt. Ez az összes szülőre, az összes helyzetben mindenkire igaz volt. Hogy kibaszott tudatosan kell csinálni, mert nem az számít, hogy most mennyire advanced-ek vagyunk, hanem mennyire advanced-ek voltunk a szüleink szemében az a világ, amiben mondjuk mi felnőttünk. Az mennyire advanced volt. Tehát nem az a... Nem az,
nem magunkhoz mérjük ezt az egészet, hanem a minden szülőnek megvannak ugyanazok a kihívásai, csak másban. Tehát, hogy mondjuk az én édesanyáméknak nem kellett foglalkozni az internettel, hogy az édesanyám szüleinek nem kellett foglalkozni az internettel, de az én az én szüleimnek pedig már kellett volna foglalkozni az internettel, hogy engem hogyan vezetnek be oda. Szerencsére én ezt megoldottam magamnak nagyon-nagyon gyorsan. De ennek is megvannak ugyanúgy a kihívásai, ahogy a mostani szülők is be fogják szopni egy csomó mindennel. Az, hogy igen, meg tudom, hogy egyébként hogyan... az, hogy szülőnek lenni, az mindenki a birtokában lévő információkhoz mérten a legjobbat teszi a gyerekének, és ez szerintem minden szülőtől elvitathatatlan. Viszont most el akarok olvasni egy könyvet, mert hallgattam egy podcastet róla, meg nagyon sokan ajánlották már, oké, négyen is ajánlották. Az Örökölt sorsok című könyvet. Nagyon köszönöm, Murci. Ami igazából az ilyen transgenerációs traumákról szól, hogy mi még mit hordozunk, amit így a szüleink meg a nagyszüleink szívtak meg, és akár csak egy olyan parányi dolog, hogy amikor mi születtünk, akkor éppen az volt a mondás, az volt az álláspont, hogy a kisbabát 3 óránként kell letetni, és nem szabad felvenni, hanem csak sírjon, mert különben meg majd hozzászokik, hogy mindig felveszed, és akkor ennek függője lesz, és levakarhatata, és mit tudom én. És közben meg kiderült az meg, hogy egy gyereknek nem olyan fejlett az idegrendszere, hogy saját magát meg tudja nyugtatni, és a szülőihez van kötve az idegrendszere, és hogyha így kezelték kisbaba korában, akkor olyan mini sokkok érték az idegrendszerét folyamatosan, hogy sokkal kisebb lesz a stressz inger küszöbe. És ez ilyen, what the fuck? Like, és nyilván a szüleink ezt azért csinálták így, mert hogy akkor az orvosok, meg a gyerekvédelmisek, meg a védőnök, meg a tudomány, meg minden ezen az állásponton volt. És akkor most érted, 30-50 évvel később, most kiderül, hogy az kurvára nem volt jó, amit akkor úgy csináltak. És hogy ez az egyik dolog, ami miatt egyébként ennyire stresszesek vagyunk, és hogy ilyen... Elképesztő. Nagyon nehéz jól dönteni. Az egészen biztos. Szülőként meg aztán főleg. Mi beszélgettünk Viktorral most erről. A relatíva sokat, tudjátok, hogy Viktor milyen, az egyik legtudatosabb élőlény a világon, és nagyon tudja, hogy merre van az előre, és amikor azt látom, hogy még ő is el van veszve egy kicsit az információk között, akkor így azért leesik, hogy ups. There could be trouble. És egyébként folyamatosan döntéseket hozni egy borzasztóan fárasztó dolog. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy nem akarok gyereket, mert szerintem az egy kibaszott nehéz munka. De hogy engem ez a része is most már itt tényleg elkezdett érdekelni, hogy mik azok a dolgok, amiket tudattalanul hozunk magunkkal, és meghatározza így az életünket. Mi akarunk gyereket, és nem tudom, hogy múltkor valaki, arról beszéltünk, hogy miért akar valaki gyereket. És így gondolkodtam, hogy ez ilyen, tudod, van ez a legacy vonal, hogy neked van egy evolúciós motivációd arra, hogy te tovább örökítsd azt, aki vagy. More of me! There you go! Enjoy my sperma! Let's make more of the David! So good! És én amondó vagyok, hogy szerintem csak funny. Szerintem egy gyerek funny. Az egy csomó olyan élmény, ami egyébként meg nem lenne az életedben. Tehát, hogy gyerek nélkül van egy csomó olyan élmény, amit megélhetsz, hogyha utána mész. A gyerek viszont az így, tudod, így behozza az életedbe ezeket az élményeket. Tehát, hogy normális esetben nagyon ritkán fosnak gigán.
legegyszerűbb példa. Ez egy olyan élmény, amiben nagy valószínűséggel részed lesz, ha lesz egy gyereked. És nyilván ez eltörpül amellett, hogy mit tudom, jó, egyébként megy, fosott már a kezembe a macska, tehát, hogy... De az a kezed? Ez abszolút értem. Nem a gigánt? De hogy most érted, nem feltétlenül akarom, hogy bárki is a gigámra fosson. Tehát, ja, értem. Ezt csak és nem is ezt ántorít el a gyerekvállalást. Nem. Ez szerintem nem, a legkisebb probléma benne. Ezt már ki is beszéltük, hogy mi van a gyerekvállalás kapcsán. Nekem ez, én mindig nagyon családcentrikus voltam, nekem három testvérem van, és vagy két testvérem van, hárman vagyunk testvérek, ezt akartam mondani. Három testvéred van? Nem, okay. Csak kettő! Hát kettő. Nem maradtam le semmire. És én nagyon élveztem ezt a családi részét a cuccnak. Amellett pedig mennyire kurvára megunnánk egymást Julcsival, hogyha nem lenne egy bouncer, akivel lehet közben foglalkozni, meg együtt építgetni valamit. Így össze-vissza vannak a gondolatok a fejemben ezzel a gyerekvállalás, gyerekkérdés dologgal, csak azt tudom, hogy akarom. De, hogy így, tudod, így nem vezettem le teljesen egyértelműen, de hogy időm az meg az lett volna. Tök jó. Tehát, hogy te ezt szeretnéd, és mondom, hogy megvan rá a lehetőséged. Jó lenne, ha sikerülne. Maradjunk ennyiben. Szóval, hogy szerintem ez tök jó, és normális kereteken belül, tehát hogyha valakinek nincsen 7-7-es számú gyereke, szerintem ez tök jó, hogyha valaki szeretne gyereket, akkor legyen gyereke, és legyen boldog. Én tökre oké vagyok. Ja. Hogy nem önzősége azért gyereket vállalni, hogy az experience táblád nőjön, vagy hogy a kapcsolat megmeneküljön. Nyilván nem a kapcsolat megmenekülésen állunk ez a cél, tehát hogy egy ilyen Hail Mary-ként beleszülni egy gyereket egy kapcsolatba, az ilyen recipe for disaster, az egész biztos. Az, hogy az experience táblád nőjön, szerintem gyereket vállalni alapvetően önzőség, tehát hogy azt igazából saját magad miatt csinálod. Tehát, hogy nincs. Vagy. Tehát, hogy van. Jó, de érted. Mert hogy... kiért csinálsz gyereket? Nyilván. Egészen pontosan kiért persze. Csinálsz gyereket? Saját magadért. Persze, tehát, hogy azért, persze, hogy... teljesen önzőség, hogy nézd, mit itt van egy kisebb verziója. Mert én azt szeretnék, és kész, és megtehetem. Itt van egy kisebb verziója annak az embernek, akit a legjobban szeretek a Földön, ami pedig én vagyok, úgyhogy there you go, that's there. Úgyhogy szerintem nyilván önzőség gyereket válni, most meg aztán főleg önzőség gyereket vállalni, amikor bocs, de muszáj kikötnünk, mert itt nálam kicsit elharapózott a dolog. Dave nem azt mondta, hogy funny gyereket vállalni. De azt mondtam, csak hogy egy funny, ilyen csak hogy... érzés. Igen, de ő pontosan jól tisztában van vele, hogy ez mekkora szívás is egyben. Úgyhogy ezen itt ne aggódjatok, Dave szerintem pontosan tisztában van vele, hogy nagyon funny, és közben pedig szívás. Ja, azt gondoltátok, hogy nekem... Itt volt, aki azt gondolta, jó. Hogy szerinted funny gyereket nevelni. Ami biztosan funny is, egyben abszolút, a biztos, 86 másik dolog mellett, ami rengeteg kihívás, az egész biztos, de megvannak a perkjei. Én akarom ezt az élményt az életemben. Tökre szeretném, hogy aki szeretne, annak meglegyen a lehetősége, mondom, normális keretek között, mert akinek 7 gyereke van, az... Én azt már több szempontból is irreálisnak tartom, hogy 7 új gyereket szüljön a világra. De ez meg az én véleményem. Nem tudom, valakinek ez meg így benne van. Mindenkinek nagyon sok olyan benne van az életében, ami szerintem nem kéne, hogy legyen, de... Figyelj, szerintem, amikor valaki azt mondja, hogy önzőségből akar valaki gyereket, akkor szerintem én egyet tudok érteni. A magam részéről abszolút egyet tudok érteni. Megmondom miért.
én sok mindenben jó vagyok, de semmiben sem kiemelkedő. Tehát, hogy semmiben sem vagyok. Ezt úgy hívja az angol, hogy jack of all trades, master of none. És ez sajnos nem fordítódik le nagyon-nagyon jó magyarul, nagyon jól magyarul, de én mindig ezt érzem magamon. És hogyha valamiben... Nagyon sok dologról tudunk nagyon keveset. Igen, igen. Viszont ha valamiben kurva jó leszek, akkor az az apaság. Én azt gondolom, hogy ez lesz az én Dávid szobrom, ez lesz az én Sixtusi kápolna tetőm az életemben. Szeretnék ott lenni az első alkalommal, amikor elsírod magad, hogy vajon jó apa vagy-e. Annyira szeretnék ott lenni ennél a pillanatnál. Mert igazából a szülőszobában kell ott állnod, mert ott lesz az első alkalom, hogy elbőgöm magam azon, hogy vajon jó apa vagyok-e. Na mindegy. Nézd, még arra is van esély, hogy én ott leszek veletek a szülőszobán, hogyha... Simán. A feleséged a feleségének hívott engem, úgyhogy szerintem így... Hogy micsoda? Kezd körvon... Azt mondta, hogy a feleségének nevezett engem. Te erről lemaradtál? Le! Hétfőn a Gergőnél voltunk, és jó csép mondott valamit, hogy mennyire fura, hogy ő így működik, és hogy teljesen ellentétesen működik a férje is, meg a felesége is. Viccből mondta, vagy frajdi volt? Szerintem viccből mondta, ja, de picsába. Én próbálok úgy csinálni, mint mindegy, a frajdi. akkor szóljatok, ha szerveződik a hármas, jó? Addig én áldogálok a pályaszélén. Igen, ez a mindenhez értesz egy kicsit, de semmihez sem igazán. És ez egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok emberre igaz, és én nem is tudom, hogy mikor ismertem fel ezt egész pontosan. De hogy nekem ezzel nincsen bajom. Nekem ez nem okoz problémát, nem okoz fejfájást. Nyilván szeretnék egy csomó mindenben jobb lenni, mint amilyen vagyok, de end of the day, nem. A boldogságot az azt jelenti, hogy minden szituációban az vagy, aki vagy. Mert az, hogyha te sokkal magasabbra lősz, mint aki vagy, az nekem, az én életemben például rengeteg szorongást okoz. Végtelen mennyiségűt. És arra viszont nincsen szükségem. Én nagyon örülök, hogy szerintem az a típusú ember vagyok, aki a legtöbb helyzetben így tökre fel tudja vállalni, hogy valamit nem tudok, és akkor léci, mondd el, meg érdekel, meg mit tudom én. Tehát, hogy én szerintem az esetek nagy többségében fel tudom vállalni, hogy mennyire nem értek dolgokhoz. Én szeretem azt gondolni, hogy ilyen ember vagyok. Mind a közben pedig sokszor megpróbálok mindenben a legokosabb lenni. Tehát, hogy persze ott van a másik oldala is, hogy egy köcsög vagyok, de... Ja, szóval egy picit visszatérve a tervezés részére a dolognak. Igen. Szerintem túl van misztifikálva. Kicsit, mint a légi közlekedés. Nincs mindenre igény. Nincs, tényleg nincsen mindenre szükséges igény, ami a légi közlekedéssel történik. És szerintem az életet is pont ennyire bonyolítjuk túl. És ezt a saját nevemben mondom, a saját feleségemben. A légi közlekedésre. Azért, mert bazd meg, azt nem vagyok hajlandó elhinni, hogy nekem egy cavity search kell ahhoz, hogy feljussak egy kibaszott fémcsőbe. És volt már valaha cavity search-öd? Cavity search-öm nem, de amikor gecsiokat repültem még, akkor engem valahogy mindenki kiszedett a vizéből. Mindenki, hát én kiszedett is kiszednélek. Engem! Azért, hogy letaperáljalak, nyilván. Ja, köszönöm szépen. Nagyon kedves. Szóval szerintem ez egy kicsit túl van bonyolítva. Még egyszer mondom, a saját feleségem nem ért ezzel egyet, mert hogy neki meg kell terveznie mindent, tehát hogy neki pontosan kell látnia, hogy hogyan fognak történni a dolgok, mert ha nem, akkor
Abba nem menjünk bele, hogy mi van akkor, ha nem. nekem bőven elég azt tudni, hogy az, amit most csinálok, azt nagyon szeretem. És az, amit most csinálok, annak látom értelmét. És a jövőbeni terveim azok valójában annyi, hogy szeretnék egy gyereket, és az majd így meghatározza. Tehát, hogy tudjátok, milyen az, amikor van egy fog of war, és csak egy checkpointot látsz a közepén. Tudod, hogy az a következő optional küldetésed, ahova el akarsz jutni. És aztán, hogy onnantól kezdve mi van ott, amikor szétoszlik a fog of war, nem is akarom tudni, hanem az majd egy meglepetés lesz, és akkor majd azokkal a challenge-ekkel akkor fogunk megküzdeni, amikor ott vagyunk, és eloszlott a fog of war, és látjuk, hogy merre vannak utak, merre vannak még optional küldetések. Ennél többet én nem tudok. Ennél többet én őszintén nem tudok, mert lehetne azt tervezni, hogy jó, akkor most ebből a podcastből egy tévéműsor lesz, és akkor én afelé elkezdek menni, hogy ez a podcast egy tévéműsor legyen, vagy csináljunk egy saját rádiót, és akkor majd abból nagyon-nagyon meggazdagszunk. Szóval ilyenfajta tervezés nincsen bennem. Még azzal kapcsolatban sem tervezek, hogy mi lesz jövőre. Mert honnan a faszból tudod, hogy mi lesz jövőre? Honnan tudod, hogy mi történik áprilisban? És le kell ülnöm megbeszélni a feleségemmel, hogy hát, ha nem is nagyon-nagyon messzire, de valahova menjünk. Úgyhogy még tudod, ilyen hazaugrás. Én például így az internetes karrierem, azt én mondjuk idén végéig látom. Szenti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a négy tehát, hogy én még december nagy végig válás. Látom, hogy ez így, hogy ezt így fogom csinálni, és aztán utána fogalmam sincs, hogy mi fog történni. De ez baj. Őszintén kérdezem tőled is, meg a chattől is, hogy baj az, hogy nem látsz előre teljesen? Baj ez? Azért baj, mert hogy tudod így, hát, hogyha akkor már nem fog streamelni, akkor most minek csinálnék meg így dolgokat a stream összerakásába? Vagy tudod, akkor azért, minek, hogy addig minek geci jó legyen. Nem ezt, azért csinálsz. Vagy... Ez az, ami szerintem, és ez én vagyok, szerintem hibás gondolkozás, hogy szerintem azért is. Csinálsz valamit most, hogy később jó legyen. Nem. Azért csinálsz valamit most, hogy most jó legyen. Ez a lényeg. És tökre oda tudom, vagy hát nagyon jól mutatja ezt a fajta hibás gondolkodásmódomat, hogy... De ez az én szempontomból hibás, nem a tiédből. Akármikor albérletbe költöztem. Nem, nekem van egy ilyen hibás gondolatom, hogy akárhol laktam albérletbe, vagy koliba, vagy bárhol, én soha egy képet nem szögeltem fel a falra. Tehát, hogy a maximum az volt, hogy Bluetech-kel felraktam. És hogy egyszerűen nem, mert úgy voltam, hogy innen egy év múlva, hogyha úgyis el kell költözni, akkor minek csinálnám? És én tökre ilyen voltam, és én szerintem legalább 5 évig én olyan helyeken laktam, ahol nem szerettem lakni, mert semennyire nem tettem otthonossá, mert tudtam, hogy valószínűleg egy év múlva el kell onnan költözni. És ez mekkora fasság, amúgy. Mert hogy egy évig olyan körülmények között laktam, amit nem szerettem azért, mert tudtam, hogy egy év múlva úgyis el kell költöznöm. Hát, hogy ez szerintem nonsense. De ez inkább ez a gyökérverős dolog, nem? Mert abban én például borzalmas vagyok. Abban... Szerintem nem az, mert érted most egy képet felszögelni, meg venni egy plédet, mennyi ideig tart? Like really? Hát, hogyha a feleségemet nézzük, akkor 13 másodpercig. Tehát nagyon csodálkoznék, hogyha az alatt, ameddig most beszélgetünk, ne lenne legalább egy új pléd útban a lakásban. Ősz van, a kaja büdzsénket igazából csak a pléd / pulcsi büdzsénk az, ami túl tudja szárnyalni. Ilyenkor valahogy ezek így megtalálják az utat hozzánk. Nekem ez a fészek rakó ösztön, ez,
ez Angliában volt nagyon egyértelmű. Én 5,5 évet éltem kin, különböző lakásokban. Soha semmi nem volt a falon. Vettem egy geci jó PC-t, és azt költöztettem. És raktam le a következő lakásban a viszintes felületre. Igen. És egyébként még most is az van, hogy annyira geci jóvá lehetne tenni ezt a lakást, de hogy most már az bennem van, hogy jó, egy képet felszögelek, mert csak kihúzod a szöget, azt beizélod, és akkor jól van. De hogy nagyobb dolgokat még mindig nem csinálok meg. Mert jó lehet, hogy jó lenne, de hogy mi van, már nem fogok itt lakni, akkor most ezt miért is csinálom? És ez például tök nagy fasság szerintem. Szerintem ez nem jó. Szerintem alapvetően érthető, mert ez pont olyan, aminek meg kéne nézni az okát, nem? Ja, de hogy pont ez az, hogy nem teszek azért, hogy most jó legyen, mert hogy úgyis elmúlik majd, és akkor felesleges ezt az energiát belefetszölni. Ennek biztos van valami eredete egyébként. Ezért akarom elolvasni az örökölt sorsokat. Amúgy. Hogy legalább így elgondolkodok azon, hogy vajon mit hozok otthonról, mert nekem több ilyenem is van, amit valószínűleg így az életem elejétől fogva hozok, és nem feltétlenül tudom, hogy miért. Ez például az, hogy belerakom magam egy dobozba, vagy valaki berak engem egy dobozba, és akkor nem csak, hogy abban a dobozban élek, hanem én nem tudom, hogy azon a dobozon kívül vannak dolgok. Ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Nekem végtelen mennyiséget segített a pszichológus ebben. És nem is a pánikbetegséggel, hanem magammal kapcsolatban. Hogy megtanultam magamról egy csomó mindent. És az alapján, hogy tudom, hogy ez, ki vagyok én, miért csinálom ezt, mi motivál engem erre, az alapján, először is sokkal megbocsájtóbb vagyok magammal szemben, mert tudom, hogy oké, még hogyha ez probléma is, pontosan le tudom vezetni, hogy miért csinálom ezt, és miért érzek így, ahogy mondjuk ebben az adott szituációban érzek. És ez már önmagában nagyon-nagyon sokat segített a szorongásomban. És szerintem ez a kulcsa egyébként. Ez a kulcsa, hogyha megismered saját magad, akkor onnantól kezdve a motivációid sokkal, de sokkal egyértelműbbé válnak, és meg tudod saját magadnak adni ezekre a dolgokra a választ. Igen, és nekem ezért az, hogy másfél évig jártam terápiára, az olyat javított az életminőségemen, hogy ezt elmondani nem tudom, de hogy ezek nyilván olyan dolgok, hogy persze tudom, hogy ezzel kezdeni kell valamit, meg fogok is ezekkel kezdeni valamit, de hogy azért ezzel így együtt tudok élni, pontosan azért, mert felismerem ezeket, és tudok mondjuk ellenük tenni, meg tudok ezeken így gondolkodni. Tehát, hogy azért ezek a dolgok folyamatosan haladnak előre, nem csak az, hogy hát ilyen vagyok, és akkor kész, és akkor ezzel nem foglalkozok. Tessék visszatakarodni a terápiára. Vissza fogok menni, csak azt akarom mondani, hogy ez azért én majd akkor nyugszom meg, amikor azt mondod, hogy visszamegyek, dátum. Akkor fogom ezt abba hagyni. Na, az ahhoz... Oké. Tudod mit? Na. Challenge me, bitch. I mean, challenge bitch. You. Visszamegyek januártól terápiára, ha úgy fog tovább menni a skip intro, hogy kétszer annyi pénzt lehessen belőle kivenni. A próba időszak után, hogyha berendelik hosszabb időre, és fizetnek érte annyival többet, akkor januártól visszamegyek terápiára. De hogy értitek, ez a terápia dolog most nem olyan, hogy úristen, összeomlik az életem, ha holnaptól nem megyek vissza, hanem tudom, hogy így szép lassan így vissza kell mennem,
De hogy ez nem olyan, hogy úristen, Biki, olyan nagy problémáid vannak, hogy neked holnapról vissza kell menned. Which is... Like really? I love you so much. Ekkora problémák vannak velem? Hogy miért fogok ebbe belemenni. Először is azért, mert neked kell kétszer annyit keresned belőle. And that's fine. A másik pedig, hogy anélkül, hogy észrevetted volna, az év vége utánra terveztél. Igen. Úgyhogy ezért hajlandó vagyok. Hajlandó vagyok belemenni. Várj, hogy azért vagyok hajlandó ilyet mondani, mert nem látom, hogy tudod, hogy azért nem mondok január előtti dolgokat, mert akkor azokat meg kéne valósítani. Míg ez, addig még meg semmi. És ha azt mondom, hogy mondjál három dolgot, amit megcsinálsz még idén. Még idén három dolog, amit megcsinálok? Fogok magamnak csinálni adventi kalendáriumot, ugyanis tavaly kaptam a Belly Shop-tól adventi kalendáriumot, és ilyen kis dobozos az egész, és gyönyörű, és megtartottam, és fogok belerakni mindegyikbe valamit magamnak. Tehát, hogy ezt így én fogom csinálni, az adventi kalendáriumot, azt meg fogom csinálni. El fogom ajándékozni a macska kaparó fát, ez nem kaparófa, ez egy geci bútor, azt el fogom ajándékozni innen, és még egy ez legyen egy tartalomgyártós, az utolsó. Jó, elkezdem a cicológiai rendelés streameket. Jó, ez szeptember. Fuck you. Lehet szeptember, okay. de holnaptól te csinálod a korlátokat. Ezek inkább novemberi dolgok. Mert egyébként, amit hétvégén és tegnap beleraktam 5 órát a festésbe, mert azon kívül az összes többi óra csiszolás volt, felhólyagosodott a festék, valószínűleg azért, mert túl meleg van. Túl meleg van? Aha, 25 fok alatt lehet használni ezt a festéket, és tegnap jöttem rá, hogy felment 27-28-ra a hőmérséklet, és lehet, hogy ezért hólyagosodott fel. Száradás közben. Yes. Szólj, ha kell segítség, mert én nagyon szívesen kikapcsolnám az agyamat. Egy kis... Egyébként tegnap már a streamen örömködtem rajta. Találtam egy fantasztikus podcastet, amit neked is hallgatnod kell. Ajaj. Az a neve, hogy The Happiness Lab, és tudományos szempontból vizsgálja a boldogság jelenségét 1000 különböző oldalról. És nagyon érdekes, és meghallgattam tegnap 4 részt, azt hiszem, amíg festettem. Megcsiszoltam. Jól van, valami még jöhet a tartalomfogyasztói backlogomra, úgy sincs rajta elég dolog. Úgysem állnak sorba most a akkor dolgok, amiket kellene csinálni. Te mondj 3 dolgot, amit idén megcsinálsz. Amit idén? Ha? Az a baj, hogy nekem így bőrztökben jönnek. Tehát, hogy azok a dolgok, amiket én még idénre mondtam, azokat most már megcsináltam. Nem, most mondjál még idénre 3 dolgot. Még 3-at. Most ezt a 3-at, ezt most találtam ki. Dolgok, amiket halogatok. Idén újraindítom a YouTube csatornát. Rendszeres kontentet szeretnék rá csinálni, és van egy brutál listám. Most már egyre brutább, tudjátok, amikor már olyan a lista, hogy már szarul érzed magad tőle, annyi minden van rajta, mert hogy szerintem geci jó ötletek, amiket meg kell valósítani.
Nézd, nekem már és ennek az első lépése... Azokat kéne csinálni, amikor végigérek a jelenlegi to-do listemen. Van to-do listem akkor, ha a to-do listek végére érek. Szóval, az egyesült YouTube csatorna újraindítása. Figyelj, ez 25. Úgyhogy inkább azt na, mondom... Na, hármat. Hármat kell mondani. Na. Akkor viszont nem azt mondom, hogy a YouTube csatorna újraindítása, hanem, hanem a YouTube-bal kapcsolatos rebranding legalább elkezdése. Ami azt jelenti, hogy, hogy itt tisztába rakom mindenki számára, hogy mi történt az elmúlt egy évben, és hogyan néz ki ez az egész. És itt teljesen őszintén össze lehet szedni azt, hogy mi az, ami várható ettől. It just got real. Leírom őket a füzetembe, jó? Az enyémeket? Leírom az enyémeket. Fizikailag? Tollal? Viki, három dolog. Hallod? Én tudod mennyire? Ez a lifestyle book, amit Fatitól kaptam. Aha. Egész évben vezettem, és tele van. Nem csak matricákkal, de szöveggel is. Jézusom. Én ilyet nem tudok. Nagyon szeretek kézzel írni. Én ilyet nem csak úgy kézzel írni nem tudok, hanem ez a fajta tervezés, az elveszi az időt attól, hogy csináljak dolgokat. Nem tervezés, utólag írom be őket. Ja, akkor meg aztán főleg. Dávid, három dolog. A Wikié egyes adventi koszorú. Szia, Pekli! Kettes. A merch, Lili, igen, merch. Merch a kettes. Teológiai rendelés. Tehát neked az egyes, az a YouTube rebrand? Aha. Oké. Okay. YouTube rebrand. Nagyon fontos, mert teljesen egyértelművé vált, hogy egy lábon nem állunk meg, gyerekek. Tehát, hogyha én ezt folytatni akarom, akkor egy lábon nem fog megállni. Kell a YouTube. Kell a YouTube. Úgyhogy... Úgyhogy ez az, ami biztos. Na, a merch. Merch? Itt csak ennyi, hogy merch. Ha-ha! I could have done that too. Oké, okay. Hármas? Mi a hármas? Mit akarok még idén? Már itt olyan dolgokat, amikről ugye lehet beszélni. Ó, a steak party. Playmetet szeretnétek karácsonyra? Tudjátok, mit ezt elintézem ma? Megvágtam tegnap a videókat, úgyhogy ezt elintézem ma. A mörcsös lépéseket, mit szóltok? Ó, nekem is jó kell. Van. Dolgokat tennem ráérek. A mörcsöddel kapcsolatban. Igen. Felástam a kertet. Újra. De, tervek. Füvesítés. Még idén? De hát ezt nem tavasszal kell? Ősszel. Tavasszal és ősszel is lehet, de ősszel jobb. Füvesítés. Füvezni fogsz? Átmehetek? Bárcsak. Bársak. Megvan, itt van gyerekek. A kétszer három dolog. You know shit is real when I write it down. With a pen. By hand. Fűnyíroszlim peklip. Mikor? Ahhoz előbb ki kell nőni ennek a rohadéknak. Úgyhogy veszek 13 tonna fűmagot. És lehet, hogy bérelek egy ilyen füvesítő gépet, tudjátok, ami így beforgatja a földbe azonnal a fűmagot. Vagy végigmegyek, és egyesével leszúrom őket. És aztán utána egy vízpermettel. Még véletlenül sem mozduljanak el.
Na ez az, ami nem fog megtörténni. Ez az, ami nem fog megtörténni, viszont azok, amikről most beszéltünk, azoknak, tehát nem is az, hogy tervek, hanem ezeknek meg kell történnie, tehát hogy nincs appelláta ezzel kapcsolatban. Az egyik podcast részt, amit a The Happiness Labből hallgattam, az pont arról szól, hogy a pozitív gondolkodás, hogy nem lehet mindig pozitívan gondolkodni, és például a pozitív vizualizációnak az a hátránya, hogy ha te most elképzeled és látod magad előtt, hogy ez milyen lesz, amikor kész lesz, aha, akkor amikor az agyad lefolytatja ezt a szimulációt, akkor valamilyen löketet azért kapsz belőle, hát valami fajta kielégülést, mert elképzelted, és azok az emberek, akik így csak pozitívan vizualizálnak, azok utána sokkal kevesebbet tesznek azért, hogy ténylegesen elérjék azt a célt. Hát azért, mert nekünk már bőven elég az, hogy elképzeltem, hogy ez mennyire jó. Elképzeltem, nagyon na, szép lesz a fű a fejemben, kivertem rá, és onnantól kezdve igazából már... Igen. De igen. Ezt ettől függetlenül meg kell csinálni, amikor már Julcsi is azt mondja, hogy de hát miért most? Miért nem tavasszal? Mondom, ne csináld ezt, asszony! Te vagy az egyetlen, aki tervez a lakásban. Tervezzük már be. De ő igazából csak... Ő azért fél, hogyha elkezdem csinálni a kertet, akkor a kertre fogunk pénzt költeni, és nem a konyhára. Mert pedig ő a konyhára nem akar. Tudod, mitől fél szerintem? Ja, hogyha te elkezdesz mindentől a kerttel foglalkozni, akkor neki is el kell kezdeni a kerttel foglalkozni. Mert ez nem lesz szarja. Ne szarja azt a lány. Azt hiszem. Pontosan jól tudod, hogy az a lány semmit nem szar le a világon. Ez a nagy problémája. Mennyire jogos. Mennyire jogos. Most épp podcasttel, úgyhogy biztos, hogy nem néz minket. Ezt tudom, úgyhogy ezért vagyok nagyobb bátor. Podcasttel? Nem megcsal. Nem. Ez valami tök más. Hey Julie-s dolog. És nem a sajátja. Megcsal és nem szólt előre? Nekem se szólt, hogyha ez számít. Nekem se szólt. Oké, majd megkérdezem tőle, hogy ugyan mit csinálsz te nélkülem. Szia, Iveri. Jaj, tudod, mit gondolkoztam? Cupido azt mondja, hogy Dave-nek easy dolga van, Sims-ben megcsináltam neki a kertet. Hát köszönöm szépen. Most már csak az kéne, hogy átjössz, és megcsinálod élőben is. Segítek. Főzök egy kávét, meg ilyesmiket tudok felajánlani. Nem, de mindenképp meg kell csinálnom. Azon gondolkodtam tegnap, kijött az Elkurtuk című propaganda filmnek a plakátja. És... én nem láttam, akarom látni? Mit, a plakátot? Aha. Ja, semmi extra. Képzeld el úgy, mint egy Star Wars plakátot, amit Paint-be csináltak. Tudod, ez az egymásra blőrölt képek, egy belezárva, egy Gyurcsány Ferenc sziluettbe. Na mindegy, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy szerinted, hogyha meghívnám valamelyik színészt, aki benne van ebben a filmben, szerinted eljönne beszélgetni arról, hogy mit jelent ez neki, hogy jelent ez neki valamit, féle attól, hogy ennek következményei lesznek? Szerintem nem engedik el. Tehát, hogy azért ez ilyenkor eléggé meg van határozva, hogy kinek és mi módon adhatsz interjút, és mit mondhatsz benne. Hát igen, amennyiben ez egy propagandafilm. Nem feltétlenül, mert például az Aranyélet színészeinek is ez volt, hogy az HBO mondta meg, hogy hol milyen interjút adhatnak. Tehát, hogy ez azért alapvetően így van, hogyha készítenek egy filmet, amiben te benne vagy, akkor azt
monitorozniuk kell, hogy te hol és milyen interjút adsz róla. Mm-hmm. Ja, gondolom. Tehát, ja. Hogy, és szerintem pláne így a film megjelenése környékén, vagy amikor éppen hype, amikor jó lenne erről beszélni, akkor biztos nem. Tehát, hogyha szerintem mondjuk 3 év múlva elhívsz valakit, akkor beszélhet róla, de biztos vagyok benne, hogy a szerződésükben is mindenkinek bent van, hogy nem tüntetheted fel rossz fényben. De mi a rossz fény? Ha valaki ezzel egyetért, akkor ez egy jó fény. Valaki azt mondja, hogy... De hogyha meg szerintem nem jó, azt meg nem mondhatja ki. Hát szóval az a baj, hogy minden ilyenhez meg kéne néznem. De... Mit? A filmet. Ja? Hogy tudod, tudjak róla, azt hittem, hogy az emberek szerződését. Biztos vagyok benne, hogy több milliós kártérítést kell, sőt, lehet, hogy több 10 milliós kártérítést kell fizetnie, hogyha rossz fénybe tünteti fel a projektet. Már csak érted, már csak az, hogy megnézed, hogy milyen szerződéseket kell néha aláírniuk influencereknek egy működés kapcsán. Igen. Tehát, végtelen kötbér. Nem akarom tehát, nevesíteni, de nagyon nagy márkák, tényleg multi, vagy mi az nemzetközi márkákkal, hogyha együtt dolgozol, akkor ott azért megjelenik a milliós összeg. Bőven. Hogyha nem azt kommunikálod, ami jóvá van hagyva. Meg nem is az, hogy nem azt kommunikálod, hanem vannak, tavaly csináltam egy üdítő márkával egy együttműködést, amiben valami több milliós kötbér volt a szerződésben, úgyhogy a 100 000 forintot nem érte el a pénzmozgás, ami benne volt a dealben. Úgyhogy mondom nekik, hogy te figyelj, maximum az összegig vagyok hajlandó kötbérezni, hogyha, mert értette ez, hogy benne van valami apró betűvel, és valaki, és mit tudom én, de valamilyen nonsense dolog, hogy nem látszhatok sehol úgy, hogy egy ott másik üdítő reklámot iszom. Ott van a hátad mögött, a naturakvás üveg ott van mögötted. Aha, tehát, ennyi, hogyha egy ilyet benne felejtek a streamben, és valaki éppen geci hangulatban van, akkor több millió forintot? Nem. A kötbér az maximum az egyességnek az összegéig terjedhet. Na, de akkor képzeld el, hogy ilyen színészeknek, meg készítőknek ja. Mit kell aláírni. Ja, gondolom. Ja, én is csak naív vagyok. Ja, lehetne egy jót beszélgetni. Abba biztos vagyok. Mert hogy én ismerek olyanokat, akik film szakmában fellettek kérve egy-két dologra, amivel nem értenek egyet. Ez egyébként szerintem egy tök érdekes dolog, hogy vajon ezek az emberek tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy miben vagyok, ez egy film, ez egy művészeti alkotás, leszarom, hogy milyen üzenetet közvetít. Tehát, hogy én például nem tudom, hogy ezek tehetséges színészek, egyiknek sem hallottam még a nevét. Azok közül, akik benne vannak. És nem tudom, hogy miben játszottak, de mondjuk nyilván nem én vagyok az, aki mérvadó ebben az egészben. Bazeg, Imit kéne megkérdezni. De nézd, az igazság, hogy láttunk már híres és jó színészekkel szarfilmeket, és láttunk már no-name színészekkel nagyon jó filmeket. Ez így van, viszont itt egy propaganda filmről beszélünk, ami célzottan azért jelenik meg, hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy Gyurcsány Ferenc egy fasz. Jó, de hát tudod, hogy ez hivatalosan nem propagandafilm. De ez szerintem attól még, hogy mindannyian tudjuk, hogy az, attól még... Ettől lesz hivatalosan az. Tehát, hogy az alapján skatujázunk be valamit, hogy mi az a cél, amit elér. Tehát attól még, hogy csak szexista példák jutnak eszembe, úgyhogy kussolok. Ezt tanultam. Okay. Mondd mondjuk az Origóval kapcsolatban valamit.
Mondja azzal kapcsolatban példát. Mindannyian tudjuk, hogy az egy propaganda szócső. De az, de ott, hát... az ott nem is titkolt. Az ott nem titkolt egyáltalán. Hát ez nehéz. Ez nehéz nem kérdőjeles, és itt sem kérdőjeles. Tehát, hogy ez egy... Hát nekünk nem kérdőjeles. Ez innen senkinek nem. Sem az. Kérlek. Szerintem ez azoknak sem kérdőjeles, Viki, akik a legelhivatottabban gondolkodnak így. Ez... Én biztos vagyok benne, hogy van, aki őszintén elhiszi azt, amit az Origó ír. Ja, abban biztos vagyok én is, a filmmel kapcsolatban. Ja, a filmmel kapcsolatban. Szerintem ott is, hát mennyi ember gyűlöli Gyurcsány Ferencet? De nem arról van szó, hogy gyűlöli a Gyurcsány Ferencet, hanem arról, hogy ez a film, ez egy propagandafilm. Tehát, hogy a dolog igazságtartalmát, az, hogy ez az egész megtörtént, és senki nem mondja kétségbe. Az, hogy erről a választások előtt fél évvel, október 23-án meg kell jelentetni egy filmet, az már más kérdés. Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy ez teljesen rendben van. Nem hívtak meg. Az, hogy rendben van, az biztos. Azt gondolom, hogy nagyon sokan hiszik, hogy ez rendben van. Az, hogy ez nem egy propagandafilm, azt szerintem kevesen hiszik. Még nem kaptam meghívást a sajtóvetítésre. Please. Gond nélkül elmennék. Gond nélkül. Gondolod, hogy én már azt is megkérdőjelezném, hogy milyen sajtóvetítés lesz belőle? Hát... Tudod, milyen sajtóvetítés lesz belőle? Milyen? Mint az Inglourious Basterds-ben, ahol összegyűlik a NER, és egy ilyen nagy-nagy vetítés, és Susanna rájuk gyújtja az egészet. Biztos ott lesz kicsit az Origó, mentünk. Meg az Index, meg a Pesti srácok, tehát hogy biztos lesznek ott a sajtóvetítésen. A kérdés inkább az, hogy kik nem lesznek ott a sajtóvetítésen. Aztán mi? De biztos Miki. Nem leszel ott. Xavecki, nagyon-nagyon szépen sőt, köszönöm kapnak, a harmadik hónapot. Nagyon drága vagy. Ezek ilyenkor érdekes kérdések. Figyelj, nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban. Filmekhez se értek, szinkronosan se vagyok hajlandó filmet nézni. Ez pedig... Ez nem lesz a... Ja, ez is eredeti nyelves. Eredeti nyelvű, úgyhogy erre lehet, hogy meghívna. Az a baj, hogy csak ilyen nagyon vicces troll dolgok jutnak eszembe, hogy miért lenne nekem érdemes elmenni egy ilyen sajtóvetítésre. Oh, honey. Itt van semmi. De legalább a fejedbe átélheted. Igen. Bár sose becsüld alá a NER vakságát. Soha ne becsüld alá. Soha. Ki tudja. Lehet, hogy személyes skip intro felkérést kapunk. I so want that to happen. Na Viki, nekem el kell kezdenem csinálni a dolgokat. Van esetleg olyan, akihez szívesen mennél? Azt már meg kérdezi, hogy én streamelek-e tovább. Viki, de streamelsz tovább? Nem. Végre megcsinálom a resztelt májat. Fúj, bazd meg. az lesz most a program. Hogy nézzünk valakit? Aha. Hát, mondanám skip it, de hozzá tegnap mentünk. Kettpó. Nézd, Viktornak szüksége van bárkire? Nincs. Redesol Minecraft. Ja. Itt van Esti és Roli, ahonnan Roli éppen az Oxygen Not Included-dal játszik. Én azt így adom. Nekem fígom nincs, hogy ők kicsodák. Ők nagyon cukik. Jó. Per Raid. És mi? Esti és Roli? Esti és Roli. Igen, Esti és Roli.
Hát jó, menjünk. Van. A Wikit kell hibáztatni, hogyha esetleg nem megfelelő a dolog. Igen. Etmán Espite nagyjából mindenhol, úgyhogy a felháborodott levelek oda. És ne hozzám, igen. ne hozzám. Én elég felháborodott levelet kapok mostanában. Rendben vagyok a tiétek nélkül most már. Drágeim, én köszönöm szépen a figyelmet. Délután találkozunk még, meglepi, meg dolgok. Jémocsári. Mit csinálsz? Meglepi, délután. Meg dolgok. Új beszélgetés. Ó, én viszont 6-tól sztárgyúvelizek Viktorral és Hunterrel. Ó, tényleg, ti sztárgyúveliztek ma. Nagyon jó. Igen. Úgyhogy te csak előtte csinálj dolgokat. Nem tudom, mikor csinálok dolgokat, de valószínűleg pont 6-tól. Viktorral úgy van egymásra lőve, bazd meg, a stream schedule-ünk, hogy hiper kellemetlen. De valamit kezdeni kell, valamit muszáj. Na jó, nagyon drágeim! Köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és szeretünk titeket. Véletlenül megnyomtam, és pont a cicid. Jó van, sziasztok! You said let's jump on sziasztok! The bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day.